A túrázók szerelmesei tömörítő, közösségi médiában alakult csoport több éve sikeresen kovácsolja össze érdekes túraútvonalakat ajánlva a természet meghódítására bátran vállalkozókat. Az elkövetkező 10 napban Közép-Szerbia vidékeit hódítják meg kerékpártúra keretén belül. Már több éve járunk túrázni. Ez a Tour de Délvidéken most harmadik alkalommal veszünk részt. Először a kanizsai természetjárókkal voltunk bicikli túrán Magyarországon, és az nagyon megtetszett, és úgy gondoltuk a férjemmel, hogy akkor most az idén is eljövünk ide is. Arató Csongor Pécsről érkezett, és évek óta aktív résztvevője a túráknak. Most túrapartnerként a fiát választotta a számukra még ismeretlen terepi úthoz. De ahogyan fogalmazott, minden bizonnyal különleges tájakban fognak gyönyörködni az út során. A mi egyesületünknek, a Pécsi Túra Kerékpáros Klubnak Magyarország, Dél-Dunántúl, ez a hivatása, hogy a fiataloknak a hazai tájak szeretetét mutassuk meg, azt tanítsuk meg, és mivel a Vajdaság és a Délvidék a szívünk csücske, ezért örömmel járunk ezekre a túrákra, immár 20 éve. Az idei nagy túrán, amelyet különböző úti célokat választva minden évben megtesz a közösség, közel 50 barangoló fogja bejárni a Tarahegységet, Zlatibort és az Uvac-kanyont. Szerbiában még nem voltunk így külön a Tour de Délvidékkel biciklizve, és hát azért jött ez az ötlet, mert hogy a csoportban nagyon sokféle ember van, aki szereti a túrázást, és akkor az egyiknek, úgy hívják, hogy Tótkás Attila, ő neki volt ez az ötlete, hogy akkor menjünk ide. Hát ez egy szép dolog, tehát 2 kilométer szintkülönbség majdnem, tehát ez azt jelenti, hogy nem hosszába, hanem fölfelé. A Tour de Délvidéket először még 2002-ben szervezték meg, amelynek kezdeti célja az volt, hogy két keréken felfedezzék Vajdaság szórványlakta vidékeit is. Mára már programjai kiterjedtek a Kárpát-medencei országokra is, többek között meghódították már Erdélyt és Magyarországot is.